Arany Rózsa díjat kapott Székesfehérvár a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen. Az elismerés rangját jelzi, hogy a díjat régiónként évente csak egy település kaphatja meg. Nem csak a virágokért kapta ezt a város, hanem nagyon-nagyon komplex sok mindenért. Többek között azért, ahogy az épületeivel bánik, többek között azért, ahogy mondjuk az oktatási intézményeinkben, óvodáinkban, iskoláinkban a szelektív hulladékgyűjtés nagyon-nagyon nagy arányban van jelen, többek között azért, ahogy a játszótereink amilyen állapotban vannak. A Ne felejts óvoda környezetvédelemért és környezetszépítéséért végzett munkáját minisztériumi elismeréssel díjazták. Ez elment vadászni, ez meglőtte, hazavitte. Hát így történt. Nálunk is ez a pályázat, egyik kolléganő észrevette a kiírást, a másik megírta, a harmadik beadta, és mindezt a gyerekekkel együtt, őket is motiválva, hogy szép lesz az udvarunk, gyönyörű lesz az udvarunk, tele virággal, közösen ültettük, szülőket is bevontuk, szülők is segítettek csemetével, munkával, és nagyon szép udvarunk lett így mind a két területe. A bíráló bizottságban általános benyomásként értékelték a települések rendezettségét, tisztaságát, az épített környezet minőségét, a turisztikai jelentőségű épületek és játszóterek gondozottságát, illetve nézték a zöld felületek kialakítását, a parkok gondozottságát, illetve a kiültetett növények harmóniáját a környezettel.